A Dobré Slovo jó szó megmérettetésnek több éves hagyománya van a szlovákiai magyar iskolák körében. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása kulcs szerepet tölt be. A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül. Ezért a verseny elsődleges célja az, hogy fejlődjék a magyar ajkú diákok szlovák nyelvű szókincse, nyelvi és kommunikációs készsége, és ezáltal megismerik egy másik nép irodalmát és kultúráját, és a szereplősi lehetőséget se hagyjuk ki a sorból. Ugyanis vannak olyan diákok, akik szívesen mutatkoznak meg a nagy közönség előtt. Szabó Melinda igazgatóasszony szlovák szakos pedagógusként fontosnak tartja, hogy a csongrádis diákok örömmel és eredménnyel tanulják a számukra ugyan idegen nyelvnek számító szlovák nyelvet. Fontosnak találjuk a szlovák nyelv megszerettetését és a memória fejlesztését a gyerekeknél, ami a későbbiekben fontos a képességei kibontakozásánál, mint például az emlékezet, vagy a szókincsfejlesztés, vagy a kiállás, ugye ezek nagyon fontosak, de természetesen a bátorságnál is itt bemutatkozhatnak, mert ugye nem semmi kiállni és egy más nyelven megszólalni. Azt gondolom, hogy próbálunk a lehetőséget adni a gyerekeknek arra, hogy pozitív sikerélményeket szerezzenek, ami motiválhatja őket a szlovák nyelv viszonyához, és én azt gondolom, hogy ez a szlovák szavaló verseny ezt a küldetést veszi fel. Hát mindenképpen játékos formában működik az iskolánkon játékosan szlovákul című szakkör, ami nekem személyes tapasztalat terén nagyon pozitív, ugyanis nem a tankönyv, illetve a kötelező tananyag van előtérbe helyezve, hanem a játék. És a gyerekek a játékon keresztül észrevétlenül szinte nagyon jól fejlődhetőek a szókincs terén, illetve van interaktív táblánk, ami szintén hatásos, ugyanis vizuálisan lát minden egyes szót, mind magyarul, mind szlovákul, tehát ilyen téren. Tehát a játék az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy a felső tagozatnál is nem tulajdonképpen a kemény nyelvtan lenne a döntő, hanem a kommunikáció. 38 diák jelentkezett az iskolai fordulóba, a legkisebbektől a legnagyobbig. Bár Érsekújvárban a harmadik és a negyedik kategória sikeres versenyzői képviselik az iskolát a járási fordulóban, meg kell hagyni, nagy volt a lelkesedés a legkisebbeknél is, akik bátorságból tényleg jelesre vizsgáztak a négytagú zsűri előtt.